Szép estét kívánok, köszöntöm az Agrárinfó nézőit. Mai témánk a méhészet, annál is inkább, mert nemrégiben Nagy István agrárminiszter adott egy nagy interjút, hogy mi minden történik, mielőtt még az Unióban is benyújtotta volna azokat a változtatási terveket, amelynek mentén általában a méhészet is fejlődhet, hiszen számtalan problémával küzd jelenleg is. Erről már beszélgettünk, de azt hiszem, hogy most újra elő kell, hogy vegyük, hiszen fontos döntésekre vár a méhésztársadalom. Vendégem Antal István méhészmester, az Apiterápiás Ház megálmodója és gazdája. Köszönöm. Most apiterápiáról nem beszélünk, már bármennyire is népszerű és fontos számunkra, viszont a méhészet ebben a pillanatban még fontosabb. Örülök, hogy itt vagy velünk. Nos, a politikai viták is előtérbe kerültek az elmúlt időszakban a méhlegelők ügyében, ami ebben én nem akarok igazából belefolyni, viszont szeretném megkérdezni, ugye Budapestről beszélünk, hogy mit nevezhetünk méhlegelőnek, mert ezt nagyon-nagyon sokan kérdezték tőlem is, hogy mi a probléma azokkal a méhlegelőkkel, amelyeket a budapesti főpolgármester kijelölt. Igen, ezek a mélegelők, ezek a városoknak a közterületein kihagyott úgynevezett olyan területek, amik nincsenek intenzív gyepgazdálkodás alá véve. Magyarul nincsenek folyamatosan nyírva, és nincs az a mai modern ember számára megszokott látványa a bírótáj, hogy ez egy szép nyílt gyep, zöld, és gyakorlatilag a várost képet ezt szokta meghatározni. És ezeken a területeken általában, hogyha profin és jól csinálják, akkor egy virágzó magkeverékkel felülvetik ezeket a területeket, és ezeket ritkábban nyírják, és itten ezek a növények, amik egy jó virágzással bíró és egy jó nektárt adó növények, esetleg őshonos növények, amik valamikor éltek azon a területen, ezek a környező vadon élő, vagy akár házi méheknek is jó táplálékot nyújtanak. És mostan ez az emberi szem számára nem biztos, hogy azt az idilli képet mutatja, hogy ez egy szép virágos rét, hanem nagyon sok ember úgy gondolja, hogy ez egy elhanyagolt, gazos terület. Igen, ez valamikor tényleg nem a szép oldalát mutatja, de ettől függetlenül ez az ott élő rovarok számára egy hasznos terület. Ugye megváltozott az éghajlat, mert továbbra is itt tartunk, és csökkentek a mélegelők, viszont a vadbeporzás minden eddiginél fontosabb. Hogy állunk ebben a kérdésben? Hát sajnos tudomásul kell venni, hogy az utóbbi 20 évben a Európa beporzó rovarainak, vadon élő beporzó rovarainak 40%-a kihalt. Fajoknak eltűntek. Ez köszönhető ennek az intenzív gazdálkodásnak, ami körülöttünk van, mezőgazdaság, vagy a parkoknak a fenntartása, és egyszerűen kivesztek ezek a fajok, és ezért szükséges az, hogy olyan területeket, olyan otthonokat állítsunk fel nekik, amivel ezeket a még megmaradt fajokat tudjuk támogatni, hogy ők legalább ne jussanak erre a sorsra. Igen, mert jószerivel, ha a méhek egyedül maradnak, az nem túlzás, ökológiai katasztrófát sejtett. Így van. Ez a másik oldala a dolognak, hogy az ember tudja a házi méhek révén a megporzó rovaroknak az egyedszámát fenntartani, de nagyon fontos az, hogy a még megmaradt vadon élő beporzó rovarokat is megmentsük és fenntartsuk. Arról nem is beszélve, hogy egyre inkább nőnek a betegségek. Tehát a betegségek száma. Például ugye a méheket is betegség tizedeli, és itt a kiskaptárbogárról kell, hogy beszéljünk. Ezt nagyon-nagyon keveset esik szó erről. Hát egyre jobban szó esik róla, mert sajnos amikor arról beszélünk, hogy a méheket milyen betegségek támadják meg, hát amikor van talán a közember számára is egy ismert kórokozója, vagy betegség okozója a méheknek a varroatka,
az, hogyha azt vesszük, akkor a kiskaptárbogár egy rémálom lesz a varroatkához képest. Ő egy afrikai faj, ami a globális felmelegedés révén tud északra is egyre a Szaharától délre eső részektől tud északra is terjedni. Ezen kívül az emberi tevékenység révén is terjed, ami azt jelenti, hogy például Észak-Amerikába is átterjedt. Nagyon nagy probléma a kis kaptárbogára, hogy a gyümölcsök is vonzzák. És ez a globális gyümölcs szállítmányok, ezek az exportok, amik az egzotikus gyümölcsöket is szállítják a mérsékelt égövre, és gyakorlatilag annyira összement a világ, hogy már itt nem jelent problémát az, hogy egy egzotikus gyümölcsöt pár óra alatt eljuttatnak a világ másik végére is. És a 2000-es évek elején Floridában jelent meg először a kiskaptárbogár, és onnan terjedt el egész Észak-Amerikában, és óriási károkat okoz, mivel bemegy a kaptárba, lerakja a petéit, és a lárvák szétrágják a mézet, a fiasítást, gyakorlatilag egy hatalmas rombolást végeznek, és az ürülékükkel beindítják egy erjedésnek indítják a mézet. Gyakorlatilag felhabosodva kifolyik, és egy undorító, borzasztó látványt nyújt meg, egyáltalán tönkretesz mindent. Ugye felvetődött, hogy ellenanyagra lenne szükség, ugyanakkor a vegyipar képviselői azt mondják, hogy ez közel 100 millió dollárba kerülne, tehát így nem éri meg. Tehát itt van ez a kettősség, tehát valahogy meg kéne ezt az inváziót állítani, ugyanakkor nincs rá pénz. Mi a teendő? Hát szóval lokalizálni kell, ha véletlenül most Magyarországon, ha véletlenül megjelenik, úgy tudom még nem jelent meg Magyarországon, Dél-Olaszországban már ott van a kis kaptárbogár, nagyon nagy erőkkel küzdenek ellene. Portugáliában is ott volt, úgy tudom, hogy ott sikerült megfogni, de olyan drasztikus megoldásokat kellett alkalmazni, hogy ahol megjelent a kiskaptárbogár, úgy tudom, olyan Amerikából importált méhanyákkal került át, amit az egy ottani méhész Amerikából importált, és bekerült a méhészetébe, észrevették, lokalizálták. Eltüzelték az egész méhészetet, és a méhészet alatt 2 méter mélyen a földréteget kiszedték, és azt is megsemmisítették, vagy valami úton módon azt is sterilizálták. És szóval ez el lehet képzelni, hogy milyen procedúrákon kell keresztül esni annak, aki védekezni akar ez ellen. Ez nem vitás, és korán sem véletlen, hogy csökken a méh családszám. Ez valóban így van? Igen, hát nagyon sok betegség sújtja a méheket. Igazából az emésztő szervrendszeri betegségek, aztán a fiasítás sújtó betegségek, aztán nem beszélve az előbb említett varroatka, ez egy állandó küzdelmet jelent a méhészeknek, hogy fenntartsák az állományukat. Ezen kívül sajnos a gazdasági háttere a méhészetnek is nagyon nagy bajban van, mert ha egy olyan tevékenységet, ami veszteséges, és azt mondja egy nagy méhész, hogy ő évek óta veszteséget termelt, rajta kívülállókok miatt. Akkor, és azt mondja, hogy abba hagyja, az a 300-400 család valószínűleg nem fog új gazdára találni. És akkor onnantól kezdve az a termelő eszköz, azok a méh családok, azoknak nem lesz gazdájuk, azok valahol el fognak sikkadni, és annyival is kevesebb lesz. Tehát csökken a méh családszám. Így van. Egyáltalán megállítható Magyarországon például a méh családszám csökkenés? Igen. Most ugye kezdeményezések vannak, beporzási támogatás, most 2000 forintot kapnak a méhészek családonként, ez is támogatás, de még ezt fölé kéne vinni a támogatást, hogy gazdaságilag is
talpon tudjanak maradni a méhek, ne csak az őket, szóval ne csak a biológiai jogok miatt legyenek bajban. Hát ez jó volna egy 5000 forint igen. környékére. Nagy István egyébként azt nyilatkozta, hogy az Európa Tanács elé tárja a magyar javaslatot a beporzási támogatásról, és mivel nálunk itt már ez működik, de a 2000 forint valóban kevés, ő is mindent megtesz, hogy 5000 forint vagy még egy kicsivel több legyen. Ez elég lenne egyébként? Hát igen, a némi nemű, az már a költségeket azért azt mondom, hogy ha nem is fedezné, de azért az már egy tetemes összeg lenne a méhészeteknek a fenntartására. Ezen kívül van még egy nagyon nagy probléma, hogy ugye a rendszerváltás után a méz belekerült ugyanabba a kategóriába, amiben az egyéb mezőgazdasági termékek. Ha sok terem, kicsi az ára, ha kevés terem, hiába sok az ára, szoktam azt mondani, a nullát akármennyivel szorozzuk, az mindig csak nulla marad. És hogyha nem ebben, és ennek a gazdasági tünetnek, vagy gazdasági, hogy mondjam, hogy ennek az, hogy ez a termékárak, ezek így mozognak, ennek mindig a termelő a vesztese. Az egyértelmű. Ugye azt mondják, hogy drága a méz. Így van. Nyilvánvaló, hogy a méhészek azt mondják, hogy olcsó a méz. Ugye nálunk, amikor felvetődött az, hogy ugye az akácerdőket el kell pusztítani, az egy szörnyűség lett volna nyilvánvaló, hiszen a magyar akácméz világhíres. Én bármerre jártam a világban, az akácmézet, ha véletlenül szóba került, az egekbe emelték, jogosan. Így van, így van. Tehát, ha azt nézzük, hogy Magyarországon a méhcsalád sűrűség Európában a második legnagyobb körülbelül, akkor ennek tükrében az árnak is ezt követnie kell bizonyos értelemben. Így van ez? Így. Hát, most ugye... sokféle méz van, remek minőségű méz, a magyar méz, ezt is tudjuk, úgyhogy ez nyilvánvaló, ezt meg is kéne fizetni. Hát igen, csak az a probléma, hogy amikor ezt a remek minőségű magyar mézet kiviszik külföldre, akkor általában azért viszik ki külföldre, hogy a silányabb minőségű mézet feljavítják ezzel a jó minőségű mézzel. És akkor onnantól kezdve ezt a presztízsét elveszítette az a jó minőségű méz, amit mi előállítunk. A magyar termelők a magyar mézet, hogyha közvetlenül értékesítik, és mindenki a nevét adja ahhoz, hogy amit ő megtermelt, és ő emelt fővel mondja, hogy ezt a minőséget én állítottam elő, és én ezt bátran adom mindenkinek, akkor onnantól kezdve lehet árat emelni, és onnantól kezdve lehet az, hogy megközelítsük azt az árat, amit elgondol az ember, és tényleg, hogy a gazdaságosság tegyük a méhészetet. Az akácmézzel kapcsolatban pedig azt kell tudni, hogy tényleg nagyon jó minőségű, és ami nagyon érdekes, hogy a saját őshazájában, Észak-Amerikában nem tudnak ilyen minőséget termelni. A magyar akác, ez annyira meghonosodott az akác, a fehér akác Magyarországon, hogy jobb élőhelye van neki, mint a saját őshazájában. És ezért igenis jogos az, hogy a világ legjobb minőségű mézét, akácmézét Magyarországon tudjuk előállítani. Hogy lehet gátat szabni például a kínai inváziónak, mézinváziónak, hiszen nagyon is tudjuk, hogy számtalan nagy áruházlánc, direkt nem mondok neveket, bizony tetten érhető a silány minőségű, méznek alig nevezhető sárga valami. Így van. Hát ugye a szabad kereskedelem miatt nem tudjuk azt mondani, hogy tiltsák be a silány minőségű Európán kívüli mézeknek a behozatalát, ami nem is biztos, hogy méz, sőt, nagyon nagy esetben nem is méz, csak tényleg egy sárga valami. És hát itt a vevők tudnak nagyon sokat tenni azért, hogy ne vegyék meg azt a sárga valamit, hanem méhésztől, első kézből vásárolják meg, és azt
beszélgettünk róla, hogy mindenkinek legyen egy méhésze. Nem kell itt konkurálni. Legyen itt egy olyan méhész, aki fele bizalommal van, aki az információkat megadja, hogy milyen terméket ad ő át annak a vevőnek, és hogy szinte tényleg a vevő is egy kicsit belelásson abba, hogy az a termék, amit adunk, az milyen minőséget tükröz. Egy kicsit térjünk vissza a mélysűrűségre. Ez a beporzást mennyiben határozza meg? Tehát mennyiben segít a gazdáknak? Mert ugye a gazdatársadalom és a méhésztársadalom között is voltak viták, ugyanakkor igen, elengedhetetlen, hogy ezeket a vitákat valamilyen formában nyugvópontra juttassuk. Sajnos azt vesszük észre, hogy ugye az éghajlati változások miatt szinte azt lehet mondani, hogy ez a beporzásnak a legfontosabb időszaka, ez a március végétől április hónapig, ez szinte a legrosszabb időjárási képet mutatja ez az időszak. És úgy lehet segíteni a méheknek és a beporzó rovaroknak a munkáját, hogy közvetlen a például egy gyümölcsösnek a közepébe rakjuk le a méheket, hogy azt a minden másodpercet ki tudjanak használni a méhek azért, hogy a beporzásukat el tudják végezni. Ha annak a méhnek el kell repülni egy kilométert azért, hogy elérje azt a gyümölcsöst, és mindig csak tényleg pár órája van azt, hogy kimenjen naponta, már pedig az idei tavasz is ezt mutatta, milyen katasztrofális idők voltak. Tényleg nem volt egymás után két nap, ami azt lehetett volna mondani, hogy szép idő van. Meg azok a késői fagyok. Azok eleve a gyümölcsfákat tönkre is tették, de hogyha tényleg nem adunk lehetőséget a méheknek arra, hogy a beporzó tevékenységüket elvégezzék, akkor még rosszabb lesz a helyzet. De a nagy mezőgazdasági táblákon is, például ugye a legkorábban virágzó mezőgazdasági növényünk a repce, ott is az a legjobb, hogyha, vagyis igazából méhészet technikai szempontból nem biztos, hogy a legjobb, hogy közel tesszük a méheket, mert a repce meg viszont annyira ingerli a méheket arra, hogy kijöjjenek és menjenek a virágra, hogy sokszor tényleg nagyon rossz időjárási körülmények között is kimennek, és egyszerűen ledermednek, lefagynak. Ott viszont azért kell egy kicsit messzebb eltenni a méheket, hogy ne az a nagy inger ne érje őket, és csak tényleg a szép időben hagyják el a kaptárat. Ugye ha az idei évet nézzük, és a jövőre tekintünk, akkor azt azért láthatjuk, hogy ez a szélsőséges változékony időjárás Grönlandtól egészen a sivatagig, ahol eső esik, így van, amit soha nem láttak, és hó, érdekes. De ez megviseli nyilván a méhész társadalmat is. Teendő, nem is tudom, mit lehetne tenni. Hiszen én a zöldség-gyümölcs termesztőkkel beszéltem, tehát bodakajtoriakkal, ahol nem volt sárga barack, őszi barack, megy, cseresznye, alig-alig. Beszéltem nagy gazdákkal, a repceföldek nem hasonlítottak, a gyönyörűséges sárga repceföldek, amelyek itt a mezőföldet borították, szintén nem olyanok voltak, mint ahogy azt megszoktuk, és nem sorolom. Na most ez óriási problémát okoz nekik is, viszont a méhésztársadalomnak nem különben. Hát igen, nagyon nehéz. Mikor én kezdtem méhészkedni 1989-ben, akkor szinte azt lehet mondani, hogy azt a méhész tudást már szinte el kell felejteni. Mert annyira megváltozott minden, hogy abban az időben szinte dátumra be tudtuk állítani a méheket. Magyarországon a főhordás az akác méz. A méhészeknek az volt a feladata, vagy az a feladata, hogy erre a főhordásra beállítsák úgy a méhcsaládokat, hogy a legnépesebbek legyenek, a leghatékonyabban tudjanak hordani. De ez annyira ledarabolódik már, meg annyira bizonytalan, már egy akásznak a virágzását már a koratavaszi fagyok, a koratavaszi időjárás megalapozza.
Az idei évben például olyan sávos, ha emlékszünk rá, akkor már kora tavasszal megkongatták a vészharangot, hogy megint nem lesz akácméz. És ez tényleg így indult, de azt vettük észre, hogy ezek az elfagyások ilyen sávosak voltak, hogy bizonyos területeken elfagyott, bizonyos területeken nem fagyott el. És azt kell tudni, hogy van, akinek lett akácméze, van, akinek nem. Ez pár száz méter vagy pár kilométeres távolságokon belül is fennállt így. Na mostan, amikor ezek a tavasz idősz, olyan heptikus ez a tavasz időjárás, hogy egyszerűen nem tudnak a méhészek felkészülni rá, akkor most már áthelyeződött oda a dolog, hogy már a napraforgó lett a főhordás, az adja a legnagyobb mennyiségűt, ha szerencséjük van a méhészeknek. Már pedig most azért szerencséjük volt, így mert van. Azért, ahogy a kukorica a napraforgónak is nagyon jól jött ez az eső. Még így egy van. Dologról kell beszélnünk, ugye én magam is láttam, hogy Kínában és az Egyesült Államokban, ez nyilván nem példa, kézi beporzást végeznek, emberek csinálják. Tehát én azt gondolom, hogy ezt kéne elkerülni mindenképpen, mert az enyhén szólva is, tehát számomra vicces volt. Tragikus, bármennyire is komoly ez a technológia, igen. Hiszen pótolják a méheket, de hát az éghajlatváltozásra nem lehet felkészülni. Igen. Illetve fel lehet készülni rá? Miként látod? Az a baj, hogy a méheknek ez a 130 millió éves evolúciója annyira merevé teszi őket az életritmusuk során, hogy ebből kizökkenteni őket nagyon nehéz. Méhészeti technológiákkal lehet őket segíteni, és így esetleg azt mondom, hogy tudunk valamit változtatni rajta. De ha a méhésznek küzdeni kell az éghajlattal, a méhésznek küzdeni kell a károsító betegségekkel, a gazdasági körülményekkel. Ez már olyan nehéz, hogy valaki, sokan fel fogják adni. De azért bízunk benne, hogy azért lép tovább a gazdasági körülmények, talán olyan, ha azok tudnak egy kicsit változni, mert az éghajlaton sajnos már nem tudunk változtatni. A betegségekkel küzdünk, és talán ott is tudunk előrelépni. Akkor talán van kiút. Nos, hát akkor én ezt kívánom, ehhez kívánok sikert. Köszönöm. Minden méhésznek szerte Magyarországon. Köszönöm, hogy megtiszteltél. Én köszönöm. Kedves nézőink, az Agrárinfót látták, vendégem Antal István méhészmester volt, és leginkább arról beszélgettünk, hogy miként éli meg az éghajlatváltozást és a sok egyéb problémát a méhésztársadalom. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos számunkra a méz, és hát azt kívánom önöknek is, hogy szurkoljanak együtt velünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!